Karbantartás. A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet a napokban végzi az intézményeknél a szükséges fakivágásokat, visszanyeséseket. Mint azt Horváth István, a NAGESZ vezetője elmondta, a karbantartás egyik elemeként végzik e tevékenységet, felülvizsgálták az intézmények növényállományát, majd ezt követően végezték el a szükséges teendőket. Elsősorban a balesetveszélyt okozó, vagy a hétköznapi munkát zavaró, előregedett fákat vágták ki az udvarokon, vagy a szükséges nyeséseket végezték el.